Hétfőtől egészen decemberig korlátozás lesz a Budapest 60 vasútvonalon. A felújítás miatt Péccel és Aszót között szünetelni fog a vonatforgalom. A Miskolcról utazók 60-ig közlekedhetnek vonattal, innen pótlóbuszokkal juthatnak majd el Budapestre. A menetidő így hosszabb lesz. A 10 hónapos fejlesztésnek köszönhetően viszont teljesen megújul a vasúti pálya. Sokan várakoznak a budapesti Intercity-re az egyes vágányon. A stábunk által készített interjúk alapján viszont hétfőtől többen más lehetőséget választanak majd az utazáshoz. Ha nincs késés, a menetidő most körülbelül 2 órás. Hétfőtől viszont felújítás miatt a vonatok csak 60-ig járnak. Onnantól pótlóbuszokkal lehet eljutni Budapestre, és visszafelé is ugyanez a helyzet. A menetidő így hosszabb lesz. Ez egy csak dolog a menetidő, de a kényelmetlen. Tehát az, hogy 60-tól vonatpótló buszra kell felszállni, óriási csomagokkal, mindenki utazik, tehát ez szerintem nem jó megoldás. A Budapest 60 vasútvonal felújításának következő fázisában decemberig szünetel a vonatforgalom Péccel és Aszót között. Teljes pályacsere van, ugye az egész beruházás az Rákos és 60 között történik, egy szakasz a Aszód és Péccel között, amire most a vállalkozók koncentrál. Teljesen megújul a vasúti pálya, a felső vezetékek, megállóhelyek, állomások teljesen átépülnek, akadálymentesítés fog történni, és ugye gyorsabb lesz maga a pálya. Lopper Dániel arra is figyelmeztetett, hogy hétfőtől bizonyos járatok menetrendje megváltozik, ezért utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni.